Sziasztok! Újra itt vagyunk egy szimulátor játékban. Ez meg nem más, mint a Robot Vacuum Simulator 2013. Vacuum. Tehát ez ilyen robotporszívó szimulátor. Tudjátok, az a kis vacak, ami így magától megy a földön, és akkor neki megy valaminek, akkor elfordul, és akkor így megy tovább, és akkor szedi össze a szemetet. És néztem erről videókat, hogy ez egy ilyen tárgy, ez igazából hogyan is működik, és elég sokan szitták, hogy legtöbbször beakar, és csak ide-oda megy, és legtöbbször csak a szoba egyik felét takarítja ki. Na mindegy, de hát mi ismerjük az emberiséget, kell mindenről egy király szimulátort csinálni, és erről is sikerült egy faszát csinálni. Na várj most, amit itt láttok, ez a menü. Amiben semmi visszajelzés, hogy most éppen az egerünk hova akar kattintani, olyan, mint egy ilyen parafatábla lenne, krétával ráfirkálva, vagy én nem tudom. És hát rá lehet kattintani. A kampány, bár nem értem mi a lényege kampány egy ilyen játékban, összeköszedni az összes szörpamacsat, és akkor mi turbo vákum szimulátort kap, vagy turbo vákum izét kapsz utána, vagy turbo porszívót, vagy lehet tuningolni a porszívókat, vagy mi van, de kíváncsi lennék erre, hogy mi az a kampány. Aztán van a dual mód, amikor lehet kooperatívban játszani ezt a kibebaszott mocskos szemét szarjátékot. Kooperatívba, gyerekek. Tudjátok, mit jelent? Azt, hogy a billencs az egyik felével lejátszok, a másik felével meg a szomszéd öreg Jóska bácsi. És ebből áll a dual mode, hogy kiszed össze több szörpamacsot a kibaszott padlón. Erről szól a játék. Menjünk is be a kampányba, ne lelepődjetek meg, ami a legelején lesz. Annyira akarni fog az eleje, hogy hihetetlen. De egy idő után meg jó lesz. Tehát én nem tudom, hogy egy ilyen semmilyen AI nincs a játékban, tehát processzort nem használ. Semmi grafikája nincsen, akkor mi a francér akar mindent? Na nézzétek, hát most. Na, rámegyek és nézzük. Látjátok, hogy akar? Hát mi akar ebbe a játék most őszintén? Most ez milyen grafika már most szerintetek? És most lett jó. Most normalizálódott. És elvileg ezek a porszemek, de hát a porszemhez képest elég nagyok. Tehát ezeket a porszemeket kell összeszedni. Közben megyek, most hangosabban beszélek, mert nem lehet bazd meg, semmit nem lehet szabályozni játékban, se beállítások, se a hangerő, semmit bazd meg. Itt a játék, nyomna, vasdal lehet irányítani és kész. Ennyi a játék, semmi más nem lehet csinálni a játékban, csak vasdal irányítani. Ugye milyen izgalmas egy robotporszívónak az élete? Ráadásul olyan lassú, mint a tög, nem lehet turbózni, nincsen nitró, semmi bazd meg. Lehet, hogy a kampányat lehet majd fejleszteni, én nem tudom, de ez kezisten fogja ezt végigvinni. És ez legalább írná ki, hogy hánynál tartok, vagy mennyi van még vissza, és vagy valami. A buzi zené állandóan megy, és nem lehet halkítani. Nem tudom, hogy halljuk egyáltalán a szövegemet a videóban majd, de hiszem lehet hallani a jövőt. Hát magának a porszívónak semmi hangja nincsen, tehát ott kezdjük. Nem tudom az egeret látni majd a videóban, elvileg lehet látni majd. A lényeg az, hogy ott az ablak, amit ott elől láttok, az igazából nem egy ablak, hanem csak egy textúra. Tehát akár honnét nézem, mindig ugyanazt fogom látni, de ablaknak akarták megcsinálni, mint egy ilyen magas építmény egyik lakásába lennék, de látjátok, hogy semmiki nem változik, tehát az egy textúra csak. Ez a buzi zene az meg. Hogy tud idegesíteni egy idő után? Árnyékok itt sincsenek, és valóban ebben a Unity nevű programmal készülnek ezek a no-name szarok. És tényleg az ilyen free verzióban nincsenek benne ilyen extrák, mint árnyék, meg nincsenek ilyen shaderek, meg mit tudom én, tehát... Ez ennyi. Mi történik, hogyha összeszedem az összes pamacsot? Most már megcsinálom, nem érdekel. Amúgy még jöhetnek ilyen ötletek, mert láttam, írtatok ötleteket, hogy miben lehetne szimulátort csinálni. Most még az lenne a kérdésem, hogy mi az a szimulátor, ami létezik is. Tehát olyan szimulátort keressetek, amiből lehetne videót csinálni. Tehát ugyanígy létezik, mint például. Tehát hogy ezt se hittem volna, hogy létezik ilyen bazd meg, és azt írta valaki, hogy ezt keressek rá, és tényleg baszki. Ez is ingyenesen letölthető, külön honlapja is van neki. Tehát én meglepődök, hogy az ilyen játékban emberek energiát fektetnek, mert azért nem úgy van, csak összedobálom, tehát azért valamilyen szinten el kell rendezgetni itt a dolgokat, meg hát, hogy kialakuljon valamiféle tényleg szimulációs dolog.
és ebbe energiát fektet, baszki. Jó, hú, milyen izé veszélyes átjáró volt. Hú, azt hittem, hogy felborulok. Komolyan, olyan sebességgel hall ez a porszüttyögő, hogy nem igaz. És körülnézek, hol vannak szemetek. Hát eszméletlen mennyi szemét van. Nem is. Legalább mutatná, hogy mit tudom én, tellék befele, vagy el kell menni mondjuk majd üríteni valahova, vagy minden, valami legyen benne, valami extra, de semmi, bassz meg. Csak vasd a mész, és soha nem lesz vége. Ja. Olyan mondom, a GTA 5-öt vihetném tovább, és ahelyett ilyen szemetekkel játszok. Ilyen 40 magás lófaszokkal, amire nincs igény, tehát... És tudjátok mi a poén? Most viccen kívül. Az ilyen szimulátoroknak sokkal jobb nézettsége van, mint mondjuk egy akármilyen másik ilyen modern játékból feltett videó. Tehát ott van a Saints Row-ból teszek fel videót, megnézik 1700-an, mondjuk. De felteszek egy ilyen no-name szimulátor szemétből, bazd meg ingyenes letölthető fostaicska játékból egy 6 perces videót, és megnézik 3000-en, bazd meg. Most ebben mi a logika? Komolyan csinálják otthon ilyen szimulátor játékokat, és szakma meg lehetne élni lazán. Az ember összedobja, mit tudom én, egy nap alatt egy ilyen szemetet, és akkor kész. Mit tudom én mondjuk... Faszom tudja, seprű szimulátor, bazd ki. Hát a kamera rajta van a seprű, aztán csak seprek balra-jobbra, és akkor kész a szimulátor. Konyha megvan, ott is a fasz a textúra ablak. Nincsen sem menü. Ja, és a játékban nem lehet ám csak úgy kilépni. Tehát ha most megnyomom az enszket, akkor semmit nem csinál. Tehát egy büdös gombot nem lehet más nyomni, csak a vasdot. Lehet tolatni is. Valamint ha tolat van, mint ha gyorsabban menne egy kicsit. Ó, milyen... Na már csak két helyiség van, elvileg. Vagy egy. Na várjunk, mert mindig jön, befordulok. Aha, igen, két helyiség van, tehát még ez a szoba, meg ez a fürdőszoba van. Hát menjünk a fürdőbe, az kicsi. Ja, és mi lesz, másik pályát kapunk majd, vagy mi? Alig várom, már komolyan mondom. Bah, WC, jó lenne a WC szimulátort, akkor már be is lehetne építeni ebbe a játékba. A kettőt egyáráért. Ezek a szörpamosok, baszki, ilyen textúra nélküli valamik. Itt meg átmegyek a falon, ne csodálkozzunk ilyen kamera nézettel. Fúj, tele van mindenféle szeméttel itt a csatorna lefolyó. Na, ez megvan, de legalább lehetne mondjuk az egérrel mondjuk körbenézni, vagy valami. Nem, körbe kell fordulnod, hogy vajon mindent összeszedtem-e. Ha, biztos. Elvileg egy nyitott ajtó. Most én ezzel neki megyek a nyitott ajtónak, ennek az ajtónak mozognia kéne. Elvileg, na nézzük. De hogy mozog? Hogyan mozog? Hát nincsen fizikája a játéknak, bazd meg. Hát hülye vagyok. Hát, hogyan gondoltam, hogy egy 30 megás programnak fizikája? Akkor is összeszedem, hogyha itt pusztulok meg a gép előtt, nem érdekel. Tudom, hogy ott is lesz egy. Olyan izgalmas, komolyan megeszek, bazd meg egy fél tábla csokit, mire véged az az egész, hogy nem tudom. Na, elvileg most már csak ez a kettő van. Elvileg. De aztán nem tudom, tehát most... Ott az utolsó porszem. Ha ezt felveszünk, akkor mi történik? Na. Lehet, hogy kidob a menübe. Na, és... Wow, kapom a kreditszert, le király! Rendesen kreditszert kapunk, érted?
Úristen, milyen buzi zene megy a háttérben, de hát ez a játék. Kész, ez. A nyelv zenéjét. Az előbb megtaláltam megnyomni az eszket, hogy kilépjek, de nem. Meg kell várni ezt a kibaszott kreditet, és hát ha kapunk valamit. Voltak designerek, programozók. Ja, hogy ez a... Ez a legtöbbször ugyanaz az ember, tehát nézzétek meg. Majdnem, hogy egy ember csinálta ezt a játékot. Actors, az ki lett volna egyszer. Nézzük, mint mi fog történni. Ennyi. Itt most volt egy szünet, és úgy gondoltam, hogy akkor megy tovább. Tehát most van itt zene is. Cinematic. Mozi. Moziszerű. Maga a zene többet ér ebbe a játékba, mint maga a játék, tehát... És nem lehet elhajtani a kreditet. Hiába nyomkorok akármilyen gombot, nem lehet elhajtani. Thank you for playing. Megköszönöd, hogy játszottam ebben a semmire való shit talicska fos szeméttel. Na, most leállítom a frapset, mert a kidob akkor nem végzi le a izét, vagy nem fejezi be a fájlt, aztán... De most mi ez? Megállt meg most visszafele? Jó, hogy nem a kreditszet még egyszer végignézem. Na jó. Hát ennyi volt. Tehát most ez a kampány. Mert ez egy kampány, hogy te végviszel. Bazd meg egy ilyet. Ez kampány. Kampány. A dual mód. Nézzük, vagy duel mód. Olyan izgalmak vannak duel mód. Milyen izgalmak, felmehet a két versenyző! Szar. És ott már van, hogy kék pontszám, meg piros pontszám, bazmi. A szoba az ugyanaz, elvileg még a porszemek is ott vannak, de itt most már látjuk faszán oldalról is a másik versenyzőt, hogy hogy néz ki. Lehet látni működés közben a kis kerekeit is neki. Tök jó, figyelj. Tök jó. Bazd meg, komolyan mondom, és ez a játék. Nem lehet kilépni, de miért nem lehet, bazd meg, miért nem lehet kilépni? Nem lehet. Egyetlen egy kombinációval lehet kilépni, a szokásos ideges kombinációval, tehát az ideges kombináció az, amikor már idegesek vagyunk egy játékban, és akkor azt megnyomjuk, az Alt-F4-t. Abba ki lehet lépni, ez így igaz, de mi ez már, hogy egy játékban alapból nincs kilépés? Tehát most ez most Alt-F4 tényleg, tehát most... Ezek a zenék, bazd meg, mintha valami ilyen jazz klubba, vagy mit tudom én, hol lennék, mit tudom én a... Most ez zenek olyan kassugalja, hogy én egy ilyen százemeletes háznak az egyik szobájában vagyok. Ez olyan, mintha ilyen valami jazz klubba lennék, mit tudom, Amerikában, vagy mit tudom én, de... bazd meg. Ha jó, már itt erről a shit talicska szimulátorról. Mondom, írjatok még ilyen szimulátorokat, ha tudtok, mert meg akarom nézni, hogy az emberiség mire pazarolja el a drága idejét. A fos. Az emétje. Ugyan löködjet, bazd meg. Lök, Dóre! No,